Dobos Lászlóné. Elemi iskolai tanulmányait a Tolna megyei Zengeriz községben végeztem. A líceumi érettségit és az általános iskolai tanításra való jogosultságát a Bajai Állami Tanítóképzőben szereztem. Tanítói pályáját 1951-ben a Bács-Kiskun megyei Sor településen kezdte meg. Házassága révén került Kiskunfélegyházára, először a Petőfi Sándor általános iskolában, majd a Batthyány Lajos általános iskolában tanította a diákokat nagy szeretettel.